Az EU-tagsághoz vezető tárgyalások sikeres lezárása, négy magyar kormány pártokon felülemelkedő évtizednél is hosszabb közös erőfeszítéseinek eredménye volt, amiről a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán rendezett konferencián így beszélt az egyik résztvevő Balázs Péter, egykori külügyminiszter. Az a csapat, én azt hiszem, hogy mi úgy harcoltunk, mint a vikingek, hogy az utolsó csepp vérünkig, mert mindent el akartunk érni, amit csak lehet, sok és nehéz ellenféllel kellett megküzdeni. Mert az Európai Unió mögött ott sorakoznak a tagállamok, és tagállami tyúkszemekre léptünk rá, akár a mezőgazdaság, akár a munkaerő szabad mozgása és más tekintetben. Én azt bátran merem állítani, hogy a tárgyalók mindent kihoztak ebből a lehetőségből, amit egyáltalán emberileg lehetséges volt. A tárgyalások során figyeltek arra is, hogy a csatlakozás mérlege minden résztvevő számára pozitív legyen. Az eredményt 20 év távolából így értékeli Bot Péter Ákos közgazdász, az MDF kormány volt ipari és kereskedelmi minisztere. Ezzel a bővítése mindenki jól járt. Jól jártak azok, akik beengedték az új tagokat, minket, 12, ugye, aztán még kettőt, aztán még egyet, és aztán vannak, akik a várólistán vannak. És persze jól jártak azok, akik bekerültek, mert egy óriási piachoz jutottak hozzá. Ez azonban lehetőség, ez a piac egy lehetőség. Valaki nagyon ügyesen ragadta meg, és mondjuk az észtek, hogy hozzá példát litvánok, azok fenomenális növekedést értek el. Vannak olyanok, amelyek pedig hát többé-kevésbé növelték a nemzeti összterméket, ezek vagyunk mi. Becsei Zsolt közgazdász, a Fidesz egykori európai parlamenti képviselője is aktív résztvevője volt a csatlakozási folyamatnak, aminek az eredményét ő is kielégítőnek, de nem makulátlannak tartja. Ha azt nézzük, hogy egyfőre jutó reál GDP, ugye 61%-kal fölmentünk 75-76-ra, ez végül is nem rossz. Amit én kicsit többet reméltem és többet vártam, az nem a mennyiségi fölzárkózás, hanem a minőségi. Tehát az, hogy Magyarországon az oktatás színvonala, a munkaerő színvonala, a K+F tevékenység, a több nemzeti bajnoknak a kitermelése, akik Európába ki tudnak jutni. Ez az, ahol én úgy érzem, hogy Közép-Európában jó néhány állam, mi is vagy a szlovákok, nem tudtunk igazán nagy teljesítményt nyújtani, a csehek, lengyelek ezt most kezdik. Magyarországon bár sok kritika éri az Európai Uniót, a csatlakozás és a tagság összességében pozitív gazdasági hatásai nem képezik érdemi vita tárgyát.